Sziasztok! Hello, hello! Köszönöm szépen a követést! Hát amúgy nem tudom mi van most, bocsi! Sziasztok srácok! Rég volt stream, valami változott a streamlabs-be, mert miért nem írja ki, hogy mi történt? Na mindegy! Köszönöm szépen a Choki Monsternek a követést! Illetve szia Csabbi, hello, hello! Köszi, köszi. Ja, hát ja. Hát, ja, Manchester United, Real, nálam ez a két top klub van. Éppen gondolkoztam, hogy a mezbe legyek, de nem volt kedvem. Egyik mezem sajnos tönkrement, ezt azóta nem szeretem felvenni őket. Mosógép nem kímélte szegényt. Limitált Ronaldo mezemet. Na, srácok, riválszozni fogunk. Mert még csak egy meccset játszottam Rivals-be. És 10. osztály legvégén kullogunk. És jól lenne minél. Még a hétvégi VR-re valahogy be kéne jutni. Nem tudom, hogy sikerülni fog-e. Valószínűleg nem amúgy. Nem azért, hogy nem fogok bírni kvalizni vagy ilyesmi, aztán nem fog tudni annyi pontot összegyűjteni, hogy kvalizni tudjak. Nincs annyi időm sajnos. De valószínűleg jövő héten már jobb lesz. De azért nem adjuk fel, megpróbáljuk. Na, hogy tetszik eddig a játék, srácok? Inkább ti beszéljetek, tapasztalatok. Aki próbálta. Héten még nincs VL, azt mondod. Őszintén megmondom, hogy nem sokat tudtam még a játékba eltölteni, mert nem nagyon értem rá. Ma kezdem úgy igazából, eddig csak a pár, egy 10 meccset, ha lebírtam játszani úgy az előrendelői cucca, akkor sokat mondok. De hogy nincs VL a héten, az jó, már akkor de szerintem van VL a héten, mert van Team of the Week. És már jövő heti Team of the Week-et is leakelték, szóval... Szuper. Ez amúgy nem igaz, hogy nem bírták kiven a Liverpool klubban, hanem... Berakjam. Nem szeretjük a pool, de azért egy pool anthem. De várjátok, azt hiszem kinyitottam a United Anthem-jét is. Vagy valami ilyesmi. Hétvégén meg flekkenezni fogunk. Flekkenne. Na mindegy, nem lényeges az az izé. Vagy lényeges? Megnézzük. Megnézzük. Ezt még nem bírtam berakni, mert... Ja, még lakatos klubban tudom. Az induló. Na mindegy. De azt hiszem kinyitottam a United-ét is. Csak nem bírtam berakni, mert még lakat alatt van, fel kell oldani. Na, jó, menjünk. Próbáljunk rá. Eddig 1-1 a Rivals vinnem amúgy. Reméljük, hogy ez jobb lesz. Itt a kezdő. Szerencsém volt, hogyha valakit érdekelne, hogy jött össze a Mané, Kanté, meg a Donna is, akár a Manét, illetve a Kantét. Hát, belenyitottam. Méghozzá preview pakba, úgyhogy ja. Mind a kettő eladható amúgy. A Donnát azt ma trédeltem, a többit meg nyitottam, meg vettem, hogy összejön a 33/33. Úgyhogy igazából ennyi. Van egy Firmino, meg egy Di Maria, őket is nyitottam. Ők annyiból jók, hogy 5 csillagos skill move-szer van mind a kettőnek. De egyébként nem annyira jó lapok. De ahhoz képest amúgy, hogy Di Maria egyébként egy gyors játékos, jól visszavették a pace rajta 79-re. Egyébként Di Maria nem a lassú játékosok közé való szerintem. Főleg nem ennyire lassú. Egy simán adtattak volna 80 feletti pénzt neki.
az 79 az, az semmi. Hello, it's great to be with you, and no problems at all on the weather front as we get ready for this match. I'm Derek Ray in the commentary position, and alongside me is the former Arsenal and West Ham midfield player Stuart Robson, and we have action from foot rivals coming up for you. Stuart, what are you expecting? Well, thanks, Derek. The best coach I played under would always tell us before kick-off, earn the right to play. If you can win your individual battles, outrun your opponent, event... Hop, az 1-0. Not bad for starters. They take an early lead. 1-0 then. Csak ebből a tizedikből, 10-9-ből jussunk fel. Utána egy kicsit nehezebb lesz valószínűleg, mert már nagyobb lesz a szórás. Committed challenge. Mit csinál a gyerek? Mane. Well, doesn't have to do it on his own. Well, nothing comes of it. It looked promising. Mount. On to Werner. Will he find the net? Amúgy nagyon lehet tikitakázni a játékban, én nagyon élem most eddig. De jó, van szerencsétlen srác, lehet, hogy még azt tudja, hogy melyik játékban van amúgy, úgyhogy... Szerintem a passzok, meg az indítás, főleg az indítások passzból, azok nagyon gyatrák lettek, szerintem. Nagyon visszavették. Az már. A game end. Well, he read that brilliantly at the back. Werner. Well, a bit naughty that challenge so early in the contest. Interested to see what the referee's going to do about it. Well read to put an end to that attack. Mitchell. Na, ezt mondtam, Speci, láttad? Hogy a két védő közt, ha elfut a csatár, simán ugyanaz, mint a 22, semmi nem változott benne. A csatárt kiugratod, ugyanúgy egy az egybe viszi a kapusra, mint a 22-ben. Ez csúnya. Now, what's the referee going to do about it? N'Golo Conte. Azt néztem, hogy a beadások elvileg mennek itt is, de szerintem még egyet sem bírtam borulni. Az a lapos passzjáték jobban fekszik valahogy. Mateus Cunha. Could reduce the deficit. And under pressure, that was a fine claim. Remélem Donnarumma megérte azt a 22 ezret. Werner. They might be able to get in now. Must be. Well, not an effort for his own personal scrapbook. Of course from the keeper. Vital intervention. Hát ez a Mount, meg a hát így a középpályamú nem a legjobb, meg a szélsőm, de nem találtam így hirtelen mást. Még a Mount az ilyet egy fokkal jobb talán. Talán, de nem biztos. Az igen. Conte has it. Mount. Oh, a vital interception. Még csak én érzem amúgy ezt a játékot zene nélkül rohadt unalmasnak. Hogy ti is. Hát valami zenét mindjárt keresek, mert ezt nem bírom amúgy. Olyan hangulattalanok a meccsek amúgy zene nélkül játékban. Szerinted nem. Nem tudom, nekem olyan üresek. Ilyen. De semmi hangulat nincs a stadionban, nem veszed észre, hogy így... Hogy nem... Csak örülnek, ha van egy gól, azt ennyi. Amúgy semmi, izé, se szurkolás, semmi vágott. Hogyha jó, nem nincs beállítva még ilyen klub, izé, de amúgy meg semmi. Majd lehet, hogy akkor lesz nyilván, de egyelőre nagyon semmi.
Oh, this is looking promising. Still a chance. And there it is. An almost intuitive piece of finishing. Yeah, I should have known that's not much. I think the goalkeeper's very unlucky. He makes a good initial save, but the ball comes off of him, rebounds straight to an attacker, and the finish is excellent. No shortage of goals in this match. 3-1. Ez igen. Próbálom azt a csalát, hogy is kell ezt a... ezt az új csalát. Well, halftime almost upon us, and playing away from home isn't bothering them in the slightest. Stuart, how about your take? Well, from an attacking point of view, it's been a very good performance. I really like the way they've got the ball from back to front, then how the forwards have got away from their markers, and the speed of their attack. Real chance! Bazzeg, ollóz már be! Melyik volt Wirtz? Na, ezt a Wirtz Zabicer Mountot majd először, majd le kell cserélnem, hogyha lesz kire, meg miből. Well, on the back of that breathtaking piece of goalkeeping, can they keep the ball and create? Well, this one helped them get back into the game. Az a bajom úgy, hogy nagyon jó lehet passzolgatni, csak valahogy a védelmi részét nem annyira jól oldották meg, mert elkezd passzolgatni valaki 16-oson belül, kb. Oda se lehet érni rá. A védők izé eltűnnek. Kapusok amúgy szinte nincsenek is a játékban. De szerintem 10-ből 9 kapura lövés tudta gól a játékban, ami kaput talál. Now just 1 minute of time added on for stoppages here. And now passing it through. Yes, and just one has to remain calm. And a goal! They've increased their lead and they don't want to be throwing it away from here. Amúgy Werner nem lesz szerintem rossz a játékban. Biztos, hogy fog kapni amúgy majd informokat. A Bundesligában jól fog neki menni, hogyha összeszedi az edző ezt a Lipcsét. So the two teams have switched around, and the second half is underway. Mane. Az igen. And that's not what you want to do when you've already been booked. And fired from the flank into the area. Kisajtották, most nézem. És durva. De amúgy olyan jó, hogy tudtam, hogy oda passzolja, még el is indulok a védővel, de semmi. De nem, egyszerűen oda se lehet érni. Could be a chance to break here. Azt még jó, hogy a Manének nyomtam. Némelyik védő sokkal gyorsabban úgy, mint a csatár. Ez igen, Rhys James, ez nem szerezik. Két labdából egyet se érte. De figyeld, most is odaállok, és nem bírja elvenni tőle. And making the run to the inside. It must go in, surely. And he finds the net. He can hardly miss. 5-2, ezt már majd csak behúzok ezt a meccset. Kislép, jó. Na, már csak egy kell, és pont vagyunk a 9-be. Úgyhogy elindult. De amúgy nagyon szépen lehet ám tiki-takázni szerintem. Az jó meg van csinálva, csak nem lehet levédekezni, az a baj. Valahogy az úgy nem lett jó megcsinálva. Ott még valami csiszolásra szorul szerintem. Aj, de jó, hogy mindenkinek lejár.
Majd tudom, mi hiányzik. Adunk a játékból zenehangot, mert szerintem levettem. És ez úgy maradt. Nem tudom, jó zenék vannak a játékban? Ha vele hallgattatok már? Van valami... ami olyan... slágergyanús lesz, mint amilyen szokott. 1-2. Megyünk tovább, most már van zene. Kis grófó zene is van. Tényleg van benne, hogy csak szabad? Kis grófó. Ez a Valverde amúgy nagyon kéne onnan. Az, annak örülnék. Miben megy a Valverde amúgy? Nem néztem még meg. Fú, ez már most jó lep a Valverde amúgy. 140k. Csímore, az sok. Azt nem kell megvenni. Nem gondoltam, hogy olyan drága lesz. Az alaplapja se olcsó, azt hiszem. Jó, van átunk. Na még egy. Ezt is megnyerik, akkor bent vagyok, nem? Úgy nem tudom, milyen csapatba kéne gondolkozni úgy. Úgy igazából. Nem, most az egy dolog, hogy így jött ez a Kanté, meg Mané, de tavaly is vagy ötféle csapatom volt. And if the chips fall the way the fans hope they will, we could be talking about a promotion story today. Stuart, how do you see this one going? Well, Derek, the way they've been playing, they'll surely gain promotion today. They've played some expansive and effective football and fully deserve to go up. Bazzunk, hogy nem bírja normálisan visszatakni. And from that sort of distance, you should be troubling the goalkeeper. Technique let him down there. So the initial 11 for the home side. Gianluigi Donnarumma stands between the posts. Nnamdi Mukiele starts with Sergio Ramos at the back. Florian Wirtz plays with N'Golo Kanté in the center of the park. De miért a Werner vált rá? Ott állt a Mané. Adam a Traoré. Ez gyorsan szaladnom. Kieran Trippier starts with Jordi Alba in the fullback positions. Christian Pulisic starts with Adama Traoré out wide. Tényleg Adam a Traoré végig maradt a Barszába, vagy hova lett? Spot on with that tackle. Mi nem rúgtam még tizit. Fogalmam sincs, hogy kell, meg hogy milyen. Védeni már egyet kivédtem. Egyet rúgtak ellenem, és ezt ki is védtem, úgyhogy ez jó. Hú, de zavaró, hogy kivett, hogy elcserélték a lapos lövést erre az ére. Erős lövésre. Azt tudom most, hogy kell laposat lőni amúgy. Nekem nem egyelőre. Az a baj, olyan lassú. Mi van ez az ember, Redik? Eladja a labdát, aztán megnézi. Az a baj, hogy... hogyha egy jó védekező ember ellen nem nagyon tudsz szerintem lőni vele. Már odaér, leblokkolja. Az igen! Első bagos gól. Láttad? Figyeld, nem mutatta meg. Elugrott a kapus. Aztán bepattant a kapufa, aztán sarkáról bepattant, vagy valami ilyesmi.
Úgy Havertz az egész gyorsnak tűnt. Na szóval Spetsz bírtál már gólt rúgni ezzel az erős lövéssel? Bírtál? Azt vágom, hogy ez amúgy beveri, mint ló a lónak, csak... Csak könnyen oda lehet érni az arra. Ebben mit nem bírt fogni? Nem passzokkal amúgy komoly gond van néha. Hogy nem úgy teszik, veszik, ahogy kéne. Fejbe jobban elképzelem, mint ahogy ezek megvalósítják, esküszöm. Lehet, hogy csak azért amúgy már nagyon hozzá lettünk szokva a 22 végén a jó játékosokhoz. Jó van Jordi Albával, jó, hogy lebírod futni a mountot, te. Sügér. Can he find the right pass? Sound piece of goalkeeping. De nézd meg, ezt mondom. Jába nyomom a passz, az egy méter nem bírt előre passzolni. Mukiele. Werner with it now. Mane. And a decent delivery. Majdnem. Majdnem megint beadta a mantot. Kanté ebben a játékban se a passzairól lesz híres szerintem. FIFA 22 közepén tőle kaptunk agyfaszt, emlékeztek? Hogy emlékszel, Spuci? Mivel nem bírtam vele ezért két métert előre passzolni. Gone over the touchline for what'll be a throw-in. De ott is van time finishing, amúgy. Mané? Ott is van time finishing, a erős lövésnél amúgy, mert én nem próbáltam még ki. Hogy olyan-e? Na, de viszont... Látom, hogy jót mellé lehet lőni, ha akarom. Ramos az hova helyezkedett amúgy? Van? Szoktad nyomni? Ramos az jól helyezkedte ezt a actiont. Ez az fújd le, bazd meg akcióba, de tényleg. 16-oson belül nem illik lefújni egy támadást. Szép volt, nem? Játékvezető a toppon. Amúgy láttátok, hogy van női játékvezető? Csajok vezetik a meccset. Még ezt nem biztos, hogy az vezeti, de nekem már volt olyan meccsem, amit nő vezetett. Hát, de mondjuk lehet, hogy ez is az. Ez is csaj szerintem. Van egy kis ilyen copfa. Hajába. Gyerünk, add be! Donnarumma határozottan nem fogta meg. Kai Havertz. Az baj.
Ta mapa buguje, mogę to dalej komu. He's been given offside, so he's got away with that one. This man will get most of the plaudits for his contribution up to this point, Stuart. Well, Derek, he plugged away in that first half, making run after run without too much success, but eventually he got his reward, and what an important goal it was. Am unde zmiele vreși, vă te uște. Well, they haven't created too much lately, but... Am unde jak szegle trășe jött tam rá, teljesen, hogy... hogy kéne beadni, hogy jó legyen. Delivering it. A FIFA 22-es taktikámat jó tönkre vágták. Egyszer voltam jó szögletből, bazd meg. Annak annyi. Jó ez az erős lövés, csak nem lehet vele, vagy nem találtam vele a kaput. De legalább van sebessége. Hát arra tuti nem ér oda egyik kapus se. Hogyha az kaput talál. Te a lassú labdákra alig érnek oda, nem hogy ilyen bika lövésre. And given away. Traore. Werner with it now. Jó védekezik a gyerekem a középpályán. Hova? Miért? Hát a Wernernek kellett volna ember. Például itt azt most nem értettem, hogy miért indított olyan embert, aki 9 méterre hátrébb volt. Nem az játékosai vannak amúgy gyorsabbak, mint az enyémek. Középpályán legalábbis. Csatárban nem. Te nem bírok kijönni. Kanté, ébresztő! Hát itt az meg oda sem megy. Még meg a paszt is nyomtam, mert nála volt szinte a labda. Reece James. Mount. Hát, hallod, ötödjére. Ütemtelenül. Már rég megnyomtam a passz, mire ő elpasszolta. Mané van. Hát nem jutok oda, tesó, nagyon le van védekezve a Mané. Nem bírok vele a helyzetbe kerülni. Most egyelőre annak is örülök, hogyha vagy megnyerem a meccset, vagy nem bukom el. De közelebb állok ahhoz, hogy ő nyerje meg amúgy, mint én. Nézd meg a hülyét. Nem is azt csinálja amúgy, amit nyomok. Nem is akartuk. Pont akkor váltottam le róla. Havertz. Poor pass. Werner. Egymásba bugunk fel, nem igaz. Az lesz az! Can he finish this? Mané! Ott a gól, Mané! Hú, ez nagyon izzadós amúgy. Well, it's in their hands now. Can they just hold on here? Alig akarta előni amúgy. Well, they're attacking, but time is the great enemy.
De hallod? Menj már a faszomba. Mi ez a védő? 20 kilós gyerek ellöki, bazd meg. Hol a Di Maria? Ja, Istenem. Amúgy jó a gyerek. Semmi izője. Megérdemli amúgy. Jobban játszik amúgy, mint én. De az a szerencséje is van, hogy lepattan a védő az emberemről. Well, we're going to find out about their character now. They need to respond here. Again at 2-all. And showing fine vision. Just unable to take advantage of that developing situation. And number 8, Timo Werner. Pulisic. Number 20. Trying to get onto the front foot with the minutes ticking away. Roberto Firmino. Koke. Traore. Figyeld, gól. Mit csinál? Hallod, nem tudok mit csinál, nem tudom kirúgni a labdát. Nem engedi a játék. A Donnarumma nem értem, hogy miért nem fog meg egy lövésre. Egyet nem vett a kezébe amúgy. Na, fussá Di Maria. Azért most jött be, és már most nem bír futni. Ki érti ezt? Ott van Firmino. Most már ezt ne hozz vissza. Well, here's the goal again, and what a wonderfully weighted pass this is. And Firmino does the rest. He strikes it so clean. Valami Terminátor lenne a játék. And there was no stopping that one. And the ball is moving again. 3-2. They're showing a willingness to attack, as they must, given the circumstances. Time running out. And there goes the final whistle. Meglett, ez nagyon-nagyon-nagyon szenvedős, izzadós meccs volt amúgy. De megvan, elvileg akkor... Ja nem, de főítünk. Jó, 9. osztály. Zsír. Fú, de messze van még az 1250 pont. Mondjuk az is jó, hogyha 8 fint összeszedünk, nem? Holnapi revárdra. Az is valami. Neked mennyi van, mert specikém, hogy állsz? Jó, jó állsz? Amúgy szubtember van, srácok, most olcsóbb a szub. Hogyha szeretnétek szubolni. Nem azért, hogy... Nem azért mondom amúgy, mert nem tartok rá igényt, de hogyha szeretnétek támogatni, ezzel tudtok, és most olcsóbb. Elvileg, ha jól tudom. Ja, valami 25% kedvezménnyel tudtok előfizetni rám. Amúgy speci, volt reklám? Kaptatok reklámot? Vagy kaptál? Mert mondjuk te lehet,
De most neked sincs előfizód. Kaptál reklámot? Hát az elég szomorú, amikor mínusz vagy, de nem azért mondom, mert tudod, hogy nem szorulok rá. Senkitől se várom, csak hogyha valaki akar támogatni, az most olcsóbban megteheti. Azért mondtam. Mi van, még elsekeztük a meccset, bazd meg. Na nézd meg, Wawerte, ezért mondtam. Így megbocsájtom a gólt, hogy a fel... Nekem annyira megtetszett Federico-nak a játék a gyerekek, hogy most esküszöm, a kedvenc játékosom lett, geci. Az a tűz, ami van benne a foci iránt, meg a klub iránt, az nagyon szimpatikus. Federico, aha. Rico. Ő a pingvin a Madagaszkárból. Rico. Nem, amúgy tényleg. Nagyon bírom a fejét a gyereknek. Na azt is nagyon díjaznám, hogyha a Lipcse meccsen bírnék egy képet, vagy valamit lőni róluk amúgy. Ott alszak a stadion előtt majd. Hát amúgy annyit trédeltem ma. Szerintem ma, vagy 40 ezeret szereztem amúgy. Az mi? Dick, de hát ezt hogy védekezzem le? Flipper. Nézd meg, megint fede amúgy. De ez mi flipper volt? Ezt hogy védekezzem le úgy őszintén? Amúgy a Manéva, tudod mi a baj? Az az egy bajom van vele, hogy nem tud cselezni. Nem, ezért 4 csillagos skimmasszim azt hiszem. Nem tök vele nagy csillagot betolni, ami olyan jó. Az is szép passz volt. Hello, hello! Mi a helyzet? Ez mi ez a passz? Ne vedd le! Baszki leveszi a jó paszt. A hülye. A delicious piece of skill. Mané? Ki ez a nagy darab amúgy? Csuhamenni? Azt a kurva mekkora hallod. Mikor nőtt meg ennyire? Hallod? Sejtem amúgy, hogy ki vagy, de olyan sok Kovácst ismerek. Hogy kapásból látsz, vagy három is. Laci? Ádám, Peti? Ez a bajom úgy a Twitch-be, hogy ugye... Gyakorlatilag mindenki álnéven van felhasználók között, így szinte lehetetlen megjegyezni egy-két embert, hogy ki ő valójában. Bence vagy? Na, de mi ez már megint? Akkor vágom, de másik mérfenérő nézted. Nem? Valami K. Bence vagy valami K. M. Bence vagy valami ilyesmi volt a felhasználó neved. Két akkontod is van, nem? De mondom, amúgy olyan sok Kovács nevű embert ismerek, még a családomban is van. Na, látod, emlékszek rád. Well,
Ja, hogy Depay is van, azt mondják a Depay, az jó lett amúgy. Már is azt olvastam. Az micsoda? Hosszan izé nyomom a kart, akkor kijön ilyen... valami. Kijön vele fehér. And teammates around him. Mane. Well, the danger is still there. Zabitzer. Pass meg, ez hihetetlen. És mi a helyzet veled, Bence? Hogy vagy? Mi a helyzet mostanság? Hogy telt a nyarad? Most rég volt stream, nyáron nem nagyon értem rá. FIFA 22 meg az elég halott volt már, és nem akartam vele időt pazarolni, úgymond inkább magammal foglalkoztam. Volt egy-két dolgom, meg bepótoltam sorozatokat, meg mit tudom én így. Kicsit kielveztem azt az időt, amíg nem jött a 23, úgymond. De most már vagyok, meg lesznek streamek, meg ilyesmi. És próbálunk visszajönni a meccsbe egy kicsit, mert a gyerek nagyon elhúzott. A Valverde az igen erős lapom, úgy itt így az elejébe. Ez én védelmem ellen jelenleg. Így depálja kiegészítve, nem rosszak. Minden lap, minden izét oda játszik neki, nézd meg. Nem bírom lekövni, de annyira gyors. Minden lövése gól. Ez nagyon jó az a lap. Brutál. Így gyerekek. Nekem kell egy ilyen fede. Vagy egy még fede majd. Hogyha esetleg Team of the Mont lesz. Az valahogy jó lesz kirakni. Hát gyerekek, megvettem ezt a Reece James-t. Nagy pénzé amúgy itt a játék elején. És semmi. Még egy szerelés nem volt. Magába akkor fussál, bazd meg. Nagy darab. Ez a beadás nem volt jó. And with that, the first half draws to a close. Hát na, az itt a játék elején második nap van ember, szerinted 20k a második napon, az nem nagy pénz. Két napja lehet játszani, vágod, előrendelve van, aki még nem is tud játszani, vágod? Szóval az igenis, hogy nagy pénz, két nap alatt. Elmondom neked a Donnarummát, meg 22-é vettem. Ez ki volt itt a káz, az abicer. Dybala. Ja, Dybala. Gyereknek amúgy mi van? Milyen játékosai vannak ennek, ember? Here's Lazzari. It's with Dybala. Retaining possession proving difficult. Amúgy hátrafele nyomom a paszt, és előre passzol. Most figyelj, nem bírok embert odavinni. Az igen, keci. Jó arcon rúgta egy méterről. Hát de azt már összeszámolod, az már 40 ezer egy nap, első nap után. Barátom. Timo!
Timi Perukta. Amúgy a védők nagyon pattognak amúgy. Hallod, a Ramosnak egyébként nagy fizikája van, de úgy lepattant az előbb a Káka Bél csatáról hallott, hogy hihetetlen. Jó. Hú, de szerencsém, hogy le sem volt, aki először kapta a labdát. Fede ezt tutiba rúgta volna. De hogy visszük le a Manéti Marihára, nagy imádja. Marcel Zabica. Werner. Goalkeeper's ball every day of the week. Ez nem tudom mi volt. Én nem így akartam. Még valahogy szokni kell ezeket a passzokat. Meg amúgy alig nyomtam meg. Arra is passzt akartam. Direkt erőset nyomtam, de nem ennyire nyomtam fel azért. Hogy így rá ezért lője. Az meg, hogy nem bírod kirúgni. Kapusnak nem is mondja a nevét amúgy már megint, nem? És még nem hallottam volna, hogy kiáltott, hogy Donnarumma. Hogy arcon rúgta, geci? Még az is hallatszódik amúgy, hogy a takony kicsattan a tor, izé, orrából kb. Kemény. Úgy van, te szerencsétlen. Miért nem tetted tovább? Pont le sem volt. Még nem is állítottam semmi ezért, másodlagos taktikákat. Full alapon vagyok. Egy első taktika azt ennyi. Se letámadás, se védekezés, sem nincs beállítva. Még nem is értem rá, ilyenekkel foglalkozni. Werner, fussd már le, bazd meg! De nézd meg, jó játékosai vannak amúgy. Kamavinga, Tchouameni, Fede. Védelme is jó. Rafael Leao, bazd meg. Nézd meg. Tudtam, hogy visszahúzod a Tramosza esélytelen. Ráfordulni, vagy leszerelni úgy. Tehát a Ramos nagyon lomha hozzá képest. Well, just look at this again. He moves the ball quickly, he gets beyond his marker and he keeps his composure. It's an excellent finish. Not the scoreline we see all that often. 5-3. Viszont a középkezdés glitch az egy kicsit eltűnt, nem? Vagy van? Pazd meg! Van? Tapasztaltál már középkezdés glitchet, speciál? Olyan szinten, mint a 22-be? De Istenem! Két paszt nem bírnak megcsinálni, hogy pontos legyen. Pedig amúgy nem rossz játékosok. Manuel Lazzari. Onto Lazzari. Camavinga.
Very comfortable when in possession. Oh, breezing past him. Memphis Depay! De amúgy ez a forgolódás, ez ebből is itt van. Ezt, inkább ezt vették volna ki, mint a sprintet, komolyan mondom. Engem az jobban zavart a 22-ben, hogy jóisten izéjére is bebírt forogni. Ez mi? Elhagyja a labdát? Hát ilyet még nem láttam amúgy. Na megvan az első vereség, és ezt a meccset is csaj vezette. Na, 4 meccsből 1-et vesztettünk eddig a Rivals-be, amúgy ez nem olyan rossz. Gucci money. Hát nálam volt a money haver. Csak nem ért szart se. Jó voltál. Gyerünk tovább. Van középkezdés, Lücs. Szerintem nehezebb most megcsinálnom. A glitch. Glitch-cső. Benned is van egy glitch-cső. Halli, Dávid, halli, halli. És mi van, megint ugyanazzal játszok, vagy mi? My name is Derek Ray. And sitting alongside me in the commentary box, providing expert analysis, is Stuart Robson. And what we have coming up for you is live action from division rivals. What might we see today, Stuart? Well, Derek, when looking forward to this game, you can't help but notice there are some great matchups all over the pitch. Timo Werner! Must be! And there it is! The opening goal, the ideal way to start! Ja igen, úgy lehet külizni. Külön gomb van rá. Na látod, ezt nem gondoltam volna. És melyikkel kell laposat lőni, ezt meg tudod-e mondani. Mert nekem az volt eddig a best lövés. Én most kaptam ki elsőre, az előbb. Feljutottam, és akkor itt az első meccsem a 9-be. Az vereség lett, de hogy a kapusok hallod, annyira 0-20-ak. Hiába veszel itt is Donnarummát, semmit nem fog majd. Magyarok ellen meg bármi kivédi az ember személyt is a köcsög. Jó, mindegy kinek. Can someone get on the end of this? And the danger's still on. Well, they can keep possession of it now. Fred. On the ball, Richarlison. Back to Fred. Spot on with that tackle. Az keszi. It's got to be. Ooh, végre. Well, there's a keeper on song. Well, how did he stop that? That's just unbelievable. Dávidom, te nyitottál már valami értelmes lapot amúgy? Sikerült. Hallod, az előbb jött ellenem egy izé. Azért kaptam ki leginkább az előbb, mert volt egy 86-os IF-ed a ellenfélnél, ez 3-at rúgott vele. És 5-3-ra ő nyert így. Meg volt egy Dybalája is, az is jó volt amúgy. Dybala jó volt amúgy. That is how to put in a challenge. He's been a bit unlucky in the corner. It's a short one. De látod, én nem kaptam Ronaldót. Én kaptam helyette Manét, meg Kantét. Meg egy emelést, ami mellé megy, bazd meg. Mellé, geci. Hihetetlen. Rodrigo. Rigo. Oh, a lovely ball. Zabita. Conte now. Beautifully disguised ball. And a goal! Just like that. De amúgy nagyon szépen lehet izé. Na, mennyibe megy a Forlán? Tiki-takázni amúgy szépen lehet, ezt akartam közben mondani. Mennyibe megy a Forlán, nem is néztem még meg.
Hát én a izét próbáltam, draftba beadta azt a Pappint, az öreg Jean-Pierre-t, ez meg volt. Buzi. Na mindegy. Beadta a Pappint, amúgy egész jó. A Dempsey az egy használhatatlan hulladék. Már most használhatatlan. 400k? Azt a kurva. De inkább nyisd ki. Marcel Zabica. High quality defending. Jobb vagy, hát aki nyitott. Ha ilyen, hallgass rám. Nézd meg, gól az is. Védők azok? Nem tudom. Jó, nem is legjobb védőim vannak, de amúgy kritikusak. Meg ezek a tutyi-mutyi passzok. Ezt észrevettétek, hogy fél óra mire egy labdát elpasszol az emberet, hogyha nem izé... Ha nem egyből nyomkodod, akkor fél óra. Ja, tudjátok milyen érzésem van amúgy a játékkal kapcsolatban? Mint ha visszamentünk volna az időbe vagy 5 évet. Nekem valahogy olyan. Hú, már van 200k-d, azt kell nézni. Grat, nyomjad akkor. De szeretted a Forlánt, jó emlékszek, azt mondtad, nem? Én is bírtam egyébként, jó csatár volt. Bár én inkább a Uruguayiaknál szerettem meg a Manchesternél, nem az Atlétikónak. De egyébként az Atlétikóban is jó volt. De hihetetlen, hogy miért mögé adja be? Hogy nehogy bebírja rugni, vagy mi? Na, N'Golo. Úgy van. Pacsontak a... Tényleg, de amúgy megint mögé adta. Hihetetlen. Hogy passzoljak be egy labdát, hogy ne szaladjanak túl a játékosok rajta? Az igen. Flipper, félni kell az öngóloktól, geci, mert egy ilyenbe beleszaladsz, azt a kapusod mellé nyúl. Ott van, ez baj. De az is kemény, hogy ő passzol többet, azt nincs is nála a labda amúgy. Érdekes, pedig amúgy nem rohanok. Nem az van, mint a 22-ből, hogy egy ember tevé próbálom vinni meg ilyenek. Na, azért jó. Gondoltam én, hogy azért. Hogy kell akkor külibe? Így húzzam ki, vagy hogy? Knuckle. Outside, aha, az lesz az. Aha. Jó van, rájöttem úgy nagyjából. Lényegére ez már messze volt. Attól is, hogy gól legyen. Egyébként nem tetszik. A animációja, meg a módja. Eddig. Rodrigo. That's a foul, and it will be a potentially dangerous free kick. Textbook defending inside the box. A
Pass McCanty. Rhys James azt hittem, hogy gyorsabb, de még nem nagyon futott embereket. Kidobott pénz volt lehet. Kai Havertz, onto Richarlison. In search of space, and no way through. Marcel Zabica. Well, visionary passing. De ezt hogy lehetett, Les? Ember. Be 5-ször vettem el, be az egyszer sem maradt nálam. This looks more than decent. James. Can he give them the lead? And a goal here! There it is! They've done it! Szép volt. Amúgy nem tudom milyen kettő. Man. Erős volt a passz, lehet azt az automatán úgy érzékelte, hogy nem neki szállom. On with the game then. 3-2. What will happen next? A classic example of how to intercept. Foul there, free kick awarded. Tek, ez mi volt? Hát elvégezte, bazd meg! Ez mi volt? Hallod? Láttátok ti is? Elvégezte a szabadrugást, nem ment senkiért és visszafújta a spori. Counter chance looks very real. Will they profit from this situation? That's right. Ezt a meccset is nő vezeti amúgy. Most Kajak minden meccset nő fog vezetni a játékba. Rodrigo. Perez. Now with Fred. Well, they have the ball once more. Fussatok! 20 minutes to go in this one. Mount. Oh, big opportunity! Na, ott van, ezt már behúzzuk. Lépjél is ki! Kösz, hello! Na, faszom. Dávidom, te amúgy hány pontnál jársz? Már én elég szarul állok. Mondjuk még amúgy holnap is, nap is lehet gyűjteni, szóval nincsen pere. Csak még 4 win kéne. Mert hol vagy, speci? Melyik 9-esbe vagy te is, vagy 8-esbe? De amúgy nekem is már erősebbeket dobál. Most is izé... Vannak olyan játékosok, akik jobbak, mint az én játékosaim. Oké, Dávid. Jó, ráérsz. Nem kapkodunk sehova. Well, the weather forecasters promised us an agreeable day for football, and that's exactly what we've got. My name is Derek Ray, excited to be bringing you. Most már így lehet megnézni, hogy az ellenfél csapatát. De látod, ez is Werner, Zané. Sokan vannak Bundesligában. Na, Renato Sanchez OTV lap lesz, gyerekek. Most izé, mondjuk ez nyilvánvaló volt. Ott a függet meg leakelte most a futsarif. Izé, 84-es OTV lap, amúgy még örülnék is neki, hogyha őt nyitnám. Az egy terősre gondoltam. And this is the initial 11 for the visitors today.
Gianluigi Donnarumma stands between the posts. Nordi Mukiele starts. Oh, Derek, can he finish it here? Oh, did so well to deny him. Ja, én elég zavaró amúgy, mert belépsz a meccsbe, és ott reflexből kapásból nyomod el. Eddig meg jó volt, hogy a töltőképernyőn ott volt a csapat. Bár egyébként mióta PS5 van, olyan gyorsan betölt, hogy nem is lehetett látni már legtöbbször. Én azt figyeltem meg, hogy lehet, hogy ezért változtatták meg, mert néha lehetetlen volt megnézni, hogy kinek milyen csapata van, olyan gyorsan betöltött a játék. Stuart, what kind of performance do you think we'll get from him? Well, Derek, and top notch as well as brave. Cobell. Well, he comes off his line at just the right. Zané, az jó. Read that brilliantly. Zanének mi a másodlagos pozíció? Valaki tudja? Speci, neked megvan Zané. Mi a másodlagos pozíció Zanének? Ugye nem CF. Oh, bruising past him. Could be. Végre valami Donnarumma is játszik. Lesz már. Teammates around him. Well, visionary passing. That's all they can conjure for now. LMRV, no, az jó. Sané. Mennyibe megy a Sané? Well, a classic example of how to intercept. He must finish. De az, hogy nem lehet leszerelni, egy szaros malán, érted? Marcel Zabica and return to Mount. Mane! Nee, Mane is levédi. A kurva anyját nem bőrnek. Played over. Amúgy nem azért, de hol látom, hogy milyen erőset adok be? Nem ment a csúszkánkám. Successfully cut out. Azok elpattant tőle a labdát, agyfaszka volt. James. Promising attack this. And they could face difficulties here. Could be. Az már. Mi van ezekkel? Eddig találtak már egy gólt. Mielőtt még kapunk. Perfect challenge. De amúgy látjátok, a hiába gyors, 90-es pace van a Mané-nak, semmi. Na, ez az, Werner. Nem bírja lefutni a védőt amúgy. Mané. De hülye vagy te, bazd meg. Meg jó volt. De miért nem látom amúgy, hogy hol az erő? Hogy be kell hozzá kapcsolni a time finishinget? Vagy ez hogy működik? Marcel Zabica, breaking at pace.
It's looking promising. Mane! Oh, incredible save! And he's not showing any sign of danger. Vagy a pancsárkodás, keményen. Well, just take a look at the stats. They've certainly been great in opportunities, but they just haven't been clinical enough in front of goal. Oh, wait a minute, Stuart. Opportunity. Ott van! Szép, Werner, de szépen elhúztam. Végre. So back underway at 2-1. Tight contest here. Werner. Well, the supporters think it's on. Má glitchel, ez tud glitchelni a kis köcsög, már izé. Nem bírom tőle elvenni középkezdés után. Can they hit on the break? And let's give credit to the defending. Amint így csak el lehet passzolni. Wirtz. Plenty of options. Hát persze, hogy nálad marad. Te figyeld, ilyen egy lépésből ott van a Werner mellett az ember. Ez ugye erős. Az a baj, hogy most nincsen 20k-m a Zanéra. Meg nem tudom, hogy az jó lenne a Kanténak. Nagyon ki van számolva pont 33-ra. Mondjuk angol edzővel lehet, hogy visszamenne, csak akkor meg a Donnarummáik nem kapnák majd. Mukiele. Good ball to switch the play. Mount in position. Must be marvelous anticipation. Sadio Mane. Baszakes kivédi. Nem hiszem el. De ezt nagyon elbaszták, szerintem így sokkal rosszabb a szöglet mám azért. Azt se tudod hova lövöd, nem látod, hogy hova fog a labda leesni. Végre volt egy jó valami, ami jó volt a játékból, azt elvett, kiveszik. Na, ez már egész jó volt. Csak ne ilyen messze lennék amúgy. Angelino. Opportunity and a fine stop. Micsoda szöglet? Kemény volt, mi? Who can he pick out? Ott a gól. And a goal! They've increased their lead and they don't want to. Na, kell kapussal kijönni. 258 pontod van. Hát akkor még te is kurva messze vagy. Az még 1000 pont. Kis híján. Aztán be aznak 11-est akar adni neki.
Na mi a fasz? Well, the visitors, as you can see, haven't enjoyed the majority of the game. What they've done with it has been really good, and they'll be happy with the way. Te figyeld, ki ez a Maripánus? Mi volt a neve? Ez nagy cula. Hány éves vagy cula? 30-nek nézel ki. Úristen. Ja, itt 12 Rivals meccsetom kb. Hát még nekem sincs sokat több. Mondom, most jutottunk fel. Hát a 10-est megnyertem Zsinórba. Itt buktam az elsőt, egyet nyertünk az előbb, meg ez a következő. Szóval... azt nem tudja, 6. vagy 7. meccs lehet. Well, the decision is offside, and he's bound to be a bit disappointed. Well, he's actually made his run before his teammate had control of the ball, and that's why it's offside. És hogy elkezdte tolni a gép? Az leesett. Pass easy on the eye. Well, it comes to nothing in the end. Offside. Well, he doesn't need to make his move. Nem tudom, 100 valamennyi van most, ha jól emlékszem. Mané. Excellent defending. Majd mindjárt megnézzük meccsetem. Nem tudom én sem. Nem sok, kevés van amúgy. Nagyon messze van a VL. Ehhez az domba. Messze van a VL nagyon. Nem is lesz megszontál. Az a baj, hogy nincs annyi időm, hogy lejátszom vágot. Vagy bejátszom magam annyi ponttal. De most jó van izé... mit tudom én, főítok 6-7-be, vagy mit tudom én, max. Többet nem nézek ki jelenleg. Itt most szerintem nem lesz az első osztály meg ilyenek, mint tavaly. Itt jelenleg egy ilyen, egy kicsit jobb csapat, de egy ilyen erős 5. osztályra sorolom magam. Csak jövő héten lesz fél? De akkor mi lesz az a heti Team of the Week-ekkel? Az előbb is mondta itt egy srác, hogy hogy nem lesz a héten VL. Azt meg ezt is kivédte. Jó, azon kicsit jobbak a kapusok azért. Na, ezt meg most kicsavartam a 16-oson kívülre kb. Azt oda csavarta a kapus kezéből. Na, ezt mondjátok meg, hogy van. Előbb ugyanígy gólt fejeltem. Pászak is mellé rúgja. Ja, tényleg. Akkor az első Team of the Week-ben nem is lehet pikkelni. Az mekkora szopás. Akkor lehet squadba tülszözni kéne, már az lehet, hogy adnom. Ja, amúgy ezért, csak így neked mondom, mert téged érinthet jobban, mint minket, hogy Modric Team of the Week lesz elvileg. Jövő héten. Hogyha nézted Fucsarifet, akkor kiírta. Én most messze állok sajnos a Reáltól, semmi. Ezek nyitni sem nyitottam Reál playet kb. Egy Ceballos nyitottam, de hát azon nem indulok messzire. Nem is jött nagyon spanyol ligás játékos sem. Még amúgy úgy azt beszéltük, hogy La Ligát akarok csinálni, de egyelőre nagyon messze vagyok tőle. Esetleg, hogyha belenyitnék egybe, akkor eladnám Kantét, Manét, és akkor úgy lehetne átépíteni. De ahhoz valami Vinicius feelingbe kell belenyitni. Aha, tényleg külülbe előtte volna. Na, faszom. Jaj! Luis Diaz. De amúgy ez jó lap, nem? Luis Diaz.
Ez nem olyan rossz kezdőlap egyébként. Csak hát te se azt a ligát akartad. Ugye ő puli. Na, 140 pontom van, látod? Szóval nem sok. Tizenkét kám. Úristen, mi ez a sok izé objektív. Játszik az ember két meccset, hallod, és izé tír-dur, 15 objektív. De igazából azt tudom, mit csinálok, meg mit nem amúgy. Szerintem ezt az izét nem sikerült nekik kivenni a játékból a... Én kaptam pakkot. A animációknak a nyitását, hogy ezeket a kurva izéket ne hozza le animációba, itemeket. Nagyon idegesítő amúgy. Nyitsz egy ilyen item pakkot, azt meg kell nézned. Ezek már mindegy, úgy használom. Ezek is tök fölöslegesek. Valaki használ ilyet amúgy? De komolyan. Hát az adja csak a pakkokat szépen. Amúgy ez a Ted Lasso, ez egyébként mi? Ezt nem vágom, ez egy sorozat, nem? De életemben hallottam még a sorozatról is egyébként. Nem mondom, az játhatna valami jobb pakkot is. Mint ez a 75-től 83-ig. Tifo pak. Ez is nagyon annyira kell. Nem tudom, hogy mi lesz. Mi lenne velem tifo pakok nélkül, gyerekek? És te vágod ezt a sorozatot, vagy nézted, vagy belenéztél? Én nem hallottam róla amúgy. De akkor hallottam róla, amikor azért olvastam, hogy be fog kerülni, de és utána néztem, hogy mi az amúgy. De ezt csak annyit tudok róla, hogy egy sorozat az, hogy miről szól, meg hogy milyen sport, gondolom foci. Ha már ide bekerült a FIFA-ba. De hogy azon kívül milyen, meg hogy azt nem vágom. Már ezért valami jutalmat kéne adniuk amúgy, hogy én itt kikattingatom a jutalmakat, érted? Ha meddig tart? Már elrabolt egy meccs időmet kb. Na hát ez biztos jó lesz egy rare. De kárak van magam. Átsebeszed, de te akkor nem haladsz az izében, nem? Csimicskas. Át kell venni, mert akkor kapsz XP-t, hogy haladja a season-on, nem? Azért ott vannak egy-kettő pakk, amiből jó, jöhet jó. Csak nagyon kicsi az esélyre. Modric. Helyett Kovacic, na. Az jó. Pont Chelsea is, még a Kantéval linkel is. Kovácsics. Őt bírjuk, mert reálos volt. Bár azért Modricnak jobban erőtem volna, úgy őszintén megmondom. Nyomjuk speedesen a pack openinget? Tényleg amúgy pénteken izé, szerintem FIFA pontozunk egyet. OTV-n. Egy
szerintem egy 12 000-re fölrakok. Majd meglátom még. Hallott, aki bírsz rakni 100 playert? Én csak 30-at bírok, ilyen buggal bírom kirakni a többit. Vagy ezt hogy kell feloldani? Nem néztem még meg, hogy mi van. Koke. Ez nem is tűnik olyan rosszabbnak. Jó, nem a legjobb, de minden a 70 fölött van, úgyhogy ez annyira nem vészes. Good fodder. Körülbelül. Torgan az át. De kár, hogy megvan a... De hogy kár, jó az a mané. Úgyhogy arra posztra megvan a mané. Ryan Kent, gyors mint a villám, csak sem van ami jó. Dick Phillips. Azaz hajam úgy, nem? Úgy néz ki a csávó ezen a képen, mint hogyha izé a kopasz fejét oda photoshopolták volna, csak a haja elcsúszott jobbra. Nem? Figyeljétek. Kaményen néz ki. Azért azaz hajszerkó. Mindjárt elmegyek, vágatok is egy ilyen hajat. Hopp, egy Rashford. Morecsú, ez gyors gyerek. A Resi. Fú, de hogy lehúzták szegényt. Egyébként ő lesz a... Team of the... Vagy... Player of the month. Rashford. Premier League-ba. 86-os lappa elvileg, de nem biztos, hogy 100%-ig stimmel minden. De elvileg ő lesz. Na, kusztomizációs pakk. Wolfsburg. Hát ez egy csodálatos volt. Csodálatos. Ennyiben megy ez a szép triumvirátus. Azért vannak ám árak. 700, 35 000, 6 000, 1500. Mi a fasz? Ez nincs egy izé, egy ilyen... Meg alapból mi ez a izé? Max price. 35 000, ki a faszad 35 000-et egy 81-es Riss-Rossz középpályás, ilyen mondja, az ilyénél sincsenek otthon azért. Így. Hello Miki, hello, hello. Na, de érted, itt van az Azpilicueta. 82-es, az ő persze non-rare. Azt ő neki meg 1500. A bolondok ezek az ilyen, esküszöm. Nem normális egyik sem. Nagyobb a izéje, mint a mannak. Mi a helyzet, Miki? Nyebereted a FIFA-t? Kettőbén kell. Nekem 3 kell. 5 vinni járok. Az komoly akkor, nem? Anthony húzza hátán a bronzokat. De amúgy az Anthony az 60 000-es játékos, ám azt vágod? Az jó itt kezdésnek.
Ennyi, és elég komoly lett. Mané, Kanté. Belenyitottam a Mané meg a Kantéba. Mind a kettő Pre-Vive pakból. Preview. Na jó, van, jó, nem nagy csapat. Lozanoja volt, jó láttam, az gyorsan. Ez mi? Átmegy a lábán a labda, bazd meg. Hiába mész oda, érted, akkor is átmegy rajta. Geci, de balfasz vagyok. Nem bírtam kipasszolni. Jó van, innentől vége. Megalom. De ez mi? Hogy szereli le, amikor már rég visszahúzom a labdát? N'Golo Kanté. De figyeld megint, mit csinálnak? This could pose problems for the defenders. That's all they can conjure for now. Mane. Mane! And you. There it is! A back and forth sort of match. Now they're level again. The lead lasted nearly minutes. Fasza. Ja, az a Libertadores-es fekete, mi? Az igen, mint a pókember, hogy én úgy védod a narommal. Werner. Mane tries to attack using wit, but they dealt with the threat posed. He has teammates around him. Werner, can he put them in front? Oh no, he's missed the opportunity. Hát magyarul azt meccsen sajnos úgy védett. Bazzik, néztem amúgy, én már meccs közben is néztem, mondtam is barátnak, hogy azt a kurva miket védett a Donnarumma. És akkor így utána TikTokon láttam egy ilyen összevágást, ami mutatták, hogy közelebbrőli kameraállásokba, ugye, hogy miket védett. Nagyon durva voltam, hogy... Nem baj. Csak a Real ellen ne védjen ilyeneket, ha összekerülnek. Mint tavaly, Benzemának, szerintem beengedte. On to Werner, and he takes it away. Yeah. Jó mondod amúgy. Nagyon komolyat védett amúgy. And they continue to advance. Hát ez az ő napja volt. De valahogy az olasz válogatottban amúgy nagyon jó megy neki egyébként. Nagyon jó meccsei szoktak lenni a válogatottban neki. Werner? Klub szinten nem annyira véd jó, szerintem. Zielinski, and in with a real chance. And top notch as well as brave goalkeeping. Well, he comes off his line at just the right time. He read that brilliantly. And teammates around him. Opportunity it is. And a goal to delight the fans. Just what they were hoping for. So back underway at 2-1. Hát sajnáltam amúgy fiúkat. Mert illet volna egy gólt rúgni amúgy otthon. Még a ki is kapunk. Irigyelsz a Mané miatt? Jó is amúgy. Így Wernerre együtt. De amúgy a Mant annyira nem jó itt a szélén. Sajnos. Csak muszáj volt a Kantét valahogy fölinkelni. Ez az Osimhen sem szar. Azért. Timo Werner, well-timed tackle. Csak kéne Mané mögé egy...
értelmes középpályás amúgy. Az már. Tudom, meg egy jó szélső. Hú, mondjuk az Antonit én is díjaznám, ha ennyire jó. OTV lapját kinyitni gyerekek az Antoninak. Nem volt les? Hallod, annyira szarok a kapusok, hogy hihetetlen. Ez mi lövés volt? Alig ment el kapuig. Sima gól. Useful looking ball. And an astute piece of defending. Werner. And that's the hat-trick. Tearing apart this defense time and again. I think I'm money. De azért ez is izé, ez se különbözik, a jó FIFA szokás, a vízilabda meccsek azért megvannak már, érted, 7 gól, az még csak a 39. percben vagyunk. Egyébként megvannak így a... az ötleteim, hogy hogy lehetne fejleszteni a csapaton. Én mondjuk azt nem tudom, hogy így marad-e végül, hogy meddig marad így. Hogy a Mané Kanté megmarad. De mondjuk a védelembe, hogyha lenne egy 150 ezrem, akkor jönne Kimpembe Marquinhos, hogy váltaná a... az szép lesz volt. Váltaná a két belső védőmet, a Mukielét, meg a Ramoszt. A középpályára. Na, ott vagyok bajban amúgy. Bocs. Bundesligába. Nem igazán van jó középpályás. Amúgy. Manét meg valahogy be kell linkelni. Szia Márk, hali. De mondjuk, hogyha bal hátvédem már Davis lenne. Az már ugye egy pont oda. Manéhoz, Bayern München miatt. És mondjuk még egy szélsőm lenne, aki a Zané esetleg. Rüdigert vennél? De az nekem nem jó. Hogyha ezen a vonalon mennék tovább, az nekem nem jó. Az a baj, ahhoz nyitnom kell olyan játékosokat, hogy azt vegyek. De egyébként a német zászlaja miatt lehet, hogy be tudnám őt is építeni. Meg akkor jöhetne Fede. Fedének örülnék. Mi a helyzet, Márk? Hogy vagy? Rég volt stream. De itt a 23, úgyhogy durrantjuk a streameket. Nem minden nap lesz valószínűleg, mert ugye nekem is van életem. Bármilyen hitetlen is. De lesz. Pihenő meg stream is. Sok stream. Sőt, amúgy nem csak FIFA streamek lesznek, srácok, ezt már most leszögezem, miatt így valaki így meglepődne majd így évközben, mert vannak olyan játék megjelenések PlayStation-re, amik exkluzívak, vagy érdekelnek, úgyhogy néha lesz egy kis FIFA szünet, már úgy jóból is megállt a sok, szokták mondani. FIFA-ból meg főleg. Úgyhogy így God of War november környékén, vagy Skull and Bones. Ilyenek váratóak lesznek, de majd még meglátom, hogy melyiket veszem meg, nem veszem meg, lehet mind a kettőt megveszem amúgy. Zabica,
And so 30 minutes left for play in this one. Marcel Zabica. Mane. Mane. Oh, and off the bar. But offside it is. Velem is minden jó, már köszi a kérdést. Meg vagyok. Kicsit beteges voltam, meg ilyenek. Barátnőm is jelenleg az amúgy. Csak szegényként dolgozik. De meg vagyunk, köszönjük. Zajlik az élet. Sajnos sokat kell dolgozni is. De azt gondolom mindegyik őtöknek ismerős. Kiéve Specinek. Majd egy naplopó. Nem, tanul. Now can they counter clinically? All hands on deck. Oh, he looks threatening. Timo, hát mi van veled? Hát jó, na, de hát amíg, amikor meg én dolgozok, akkor meg ő volt itt. Ám az a baj, hogy üti egymást a munkaidőnk, meg neki sokat is bent kell lenni, sokat többet kell bent lennie mindenkinek. Én reggelre szoktam járni, ugye normálisan. Vagy jó, nem normálisan, mert például most ma meg holnap hétre mentem, meg hétre kell mennem. Utána pénteken 8-ra, hétvégén meg 9-re. Ő meg mindig délre jár. Szóval azért mondom, hogy így üti egymást kicsit a munkaidőnk, és mindig este ér haza. Sajnos, késő este, éjfél, 11 óra éjfél. Azért nyom már a gombot. Tényleg? 6-2-nél fogsz kilépni? 5-2-nél mit csináltál? Mire vártál? Bűröm az ilyen embereket amúgy. Na már nekem is csak 2-ünk kell. Csúlyamenni volt évig. Hallod, az előbb jött elő nem egy csúlyamenni. Akkora darab a játékba is, hallod? Nagyon durva. Nagy darab. Nagy darab a Tchouameni. Ja, amúgy jó lenne. Meg hát nem tudom amúgy. Egyébként nem tudom, hogy benne van, hogy kap-e Team of the Week-et vágod. De nem csak Team of the Week. Kapnak elvileg, vagy nem, hogyha minden X meccset megnyer a Real mondjuk, akkor is kapna. És elvileg azt már megnyerte. Rafinhája van gyereknek, az kemény. Az elvileg jó kártya. Na, ez már azért feljutási meccs. Most nyerek, akkor azért 8. Az meg. And the lineup for the home side. Gianluigi Donnarumma begins in goal. Nordi Mukiele starts alongside Sergio Ramos in central defence. Sadio Mane starts with Mason Mount on the flanks. And the striker of choice today is Timo Werner. Oh, is he going to be punished here? He must finish. And a goal! The one that could win the promotion. Próbáltam power shotot, de még nem adta be. Én nem lőttem be a gólt. Az a baj, mindig odaérnek. Nekem egyelőre még nem sikerült. Iago Aspas. Well, let's see about the cross. Attending to his defensive chores. Tremendous ball played through.
Mané, it's there for him. And it's come off the keeper. It's like you're taking it. Well, they can keep possession of it now. Not too fussy in clearing his lines. Werner, and he's made headway. Bazmák. Oh, not to be. That would have put them well on their way, Stuart. Jó, de tavaly a Ristros francia ligába játszottam. Most az az egy szerencsé, vagy abba azért reménykedek, mert ugye Casemiro távozásával megnyit előtte a hely, és szinte folyamatos játék lehetősége van. Úgyhogy illene neki egyszer legalább. Csak vágod, ezek a védekezőbb játékosok nagyon ritkán kapnak jó lapokat, szerintem. És érted, valószínűleg a Holland, meg a Bappé, meg mit tudom én melyik, kb. Hetente Team of the Week lesz. Érted? Nkunku például. James. Mint tavaly. Werner. The supporters think it's on. Well, they have the ball once more. And all the way through to the keeper. Ja, azt vágom. Jó, hát nem is véletlen, mert sok álmodt a francia most már. Így könnyebb neki a beilleszkedés, több izé azonos nemzetű van ott. Kamavinga, Benzema, Mendy, érted? Mindig oda, látszik, hogy oda szoktak amúgy a klubok erre figyelni, hogy ha lehet, akkor nemzetiségükből ne egyedül legyenek a játékosok, hogy komfortosabban érezzék magukat. Ha megfigyeled, mindig izé van legalább 2-3 azonos nemzetű. Kivéve ami tényleg nagyon ritka, hogy mit tudom én izé. És azért nem mindenki szed össze Uruguayból embereket. Érted? Ez az Atlético nyomja az Uruguay témát. Azt vágom. Na hát, jó, jó igazolt erre. Amúgy olvastad, hogy Bellinghamet akarják? Leigazolni a következő átigazolási szezonban. Te arról mit gondolsz? Well, there it is. The hosts haven't had that much of the ball, but that won't bother them because when they win it in deep areas, they've got forward with pace and with numbers. It's been a great counter-attack. Oh, wait, Stuart, they might score! Well, the keeper performing brilliantly. Well, that's just incredible. He reacted so quickly there. Trying to pick out a teammate. Hát ma olvastam, hogy az egy meccs az fix, hogy a búcsú meccsét, de azt nyilatkozta, hogy ő úgy érzi, figyeld, ő úgy érzi, hogy van esélye visszakerülni a rendesen is a válogatottba. Az már egy centi. De az amúgy szánalmas szerintem. Iago Aspas. Vágod, ott volt Gera. Ő, neki úgy volt búcsú meccse, hogy ő már nem is vállalta a játékot, vágod. Sokkal jobb ember volt a válogatottban, mint a Zsuzsák, szerintem. Well, approaching half-time on the home side, very much in charge here, Stuart. Your thoughts? Yeah, they're playing really well here. They've controlled the flow of the game, they've won their individual battles, and they've created numerous chances. Their only problem in the second half could be complacency, but I can't see that happening. It's a good-looking ball in behind. Hoho, és nem volt 11-es gyerekek, azt láttátok? Mit dobta magát? Vagy mit csinált? Conte has it. Mount. Cross could be useful. De miért nem annak adott be, aki ott van? Well, nothing untoward happened. Kéne rugnom még egyet, hát aki lép amúgy. Well, in terms of added time, a minimum of 1 minute.
A chance then for the respective managers to address their charges. It is half time here. Én szerintem se kéne visszarakni amúgy. Mármint legyen meg ez a búcsú meccse, ha már ennyire akarják, legyen meg neki, aztán hagyják a faszomba békén. Temessék el nevét is, érted, hogy válogatott közelébe ne kerüljön. Egy, ez csak rombóná a fiataloknak a moráját szerintem. Ilyen Ronaldo effektus, csak ugye Zsuzsák nem Ronaldo. Hogy én nálam ez az érzésem van, hogy inkább annak a kedvét vennie az, hogy őt játszatják, aki tehetséges, mert miért te ünne a padon kb. Érted. Orbán Team of the Week? Jó, hogy ezek a Team of the Week-ek már ma jöttek? A Madrid, azt tudom. Megjött a Tot, most a 7 órás frissítéssel jöttek. Mount, Conte now, James, Mount, good tackle, Verissimo, Danjuma, can he get one back? De ne! Miért buzi? Azok egy kapufáról visszapattan a csatár, az értem. Valami nagy van még amúgy. Team of the Week, bro. Ronald Araujo. Here's Rafinha. Az a baj, ez a Orbán izével, és hiába kap Team of the Week-et, bazd meg izé 50 SPC-szel, érted? Kinek kell? Tényleg csak SBC lap, érted? Vagy. Esküszöm izé rare, vagy non-rare goldok között jobbat találsz, mint én. És azért annyit számít a pace, hogy ne ütvenne szaladgál, érted? Nézzük, egy manéval nem merek neki menni, mert nem tudja lefutni. Pedig sokkal lassabb a védő. And they'll get ready for the throw-in. Az 50-es-e. Into the advanced position. Marquinhos az kéne amúgy. Canales. And beating the defender. Iago Aspas. Ja, Eriksent is láttam, de nagyon lassú ő is, valami hanyas pésze van, 60-valahanyas. Hat van 8-as pész Orbánnak? Sok az, nem?
hát... Amúgy nem, nem mindenki lassú amúgy. Jó, a Bappé az egy más szint az a... 97 vagy mennyi van neki? So the ball is moving again. We've been treated to four goals. 3-1 the score. Nem, hogy azt hittem, hogy Holland jobb lesz. Mármint, hogy ő jobb lapot kap egy kicsivel. De nézd meg! Azért. Azt hittem bazdmeg, hogy megint visszapattam hozzá és berúgja. Can he find the right pass? A timely intervention. Mount. Return to Henderson. The supporters want to see him have a go. Oh, he saved it well. No degree of difficulty at all for the keeper. Amúgy az Adama Traoré gyors. Előbb volt. Megtapasztaltam. Meg a Federico Valverde is egész gyors. Hát jó, persze. Jó, de ez nem úgy mindig ilyen. Elteli két hét, ne fél, olyan izé szaladgálások lesznek, mint póka falon. And take it away. Oh, and a perfect ball now. How about this? Nicely saved. Huszonkettőhöz vagyunk szokva. Nem tudom, nekem amúgy nem megy eddig rosszul ez a... Három. Hadd meg, tedd már ki. Kanté. Megint, mert nem tud passzolni, bazznek, de ezt kitalálta ki, hogy a Kanté nem tud passzolni. A 22-ben is ezzel öltek magam úgy. Nem tudott a Kantéba azon passzolni. Nem volt kint, az kemény. Angelino. Michel Marino. Read it well. Nem ott a nyomom ember. Ki fog egyenlíteni? This could square the game. And not cleared away properly. Well, what an opportunity, but really good defending, you've got to say. Az kemény, Göci. Láttátok, lehet ugrani egy labdáj. De nézd meg, nem bírok már mit kezdeni. Ezek fújják már ezt a kurva meccset. Hát főtársa játszunk ember, ne csaladj már nekem. Na végre. Jajjá, egy pecs. Hello. Na majd lesz megszaladgálások, ne félj. Na, följutottam a 8-ba. Elvileg, ha jól tudom. Ja. Zsír. Még egy vinkel. Táborétoz. Nektek megvan? Már nem a, a 8., hanem a 8 win. Na srácok, valószínűleg utcsó meccs lesz, mert nekem utána dolgom van. És holnap folytatjuk a streamet majd. Azt az egy wint még majd összeszedem valahogy szerintem, hogy megkapjam az upgrade-et. Fosszi. Ez az edzőm, ez a Fosszi. Gyönyörűen néz ki. Ápolt szakálla van. Gyönyörű fiatalember. Még a fogai is megvannak. Na, látjátok? Hello and welcome, and I can tell you it was a dry walk to the Gantry today, no rain in sight.
Van egy Salah is amúgy itt a Team of the Week-ben. Egy Akanji. Egy most kár az Orbáné, hogy ilyen lassú amúgy már amúgy a védekezést, hogy hé, van egy Diego Dalo is. Ezt nem is mondtad. Két United player is van a... Ezt azt mivel érdemelték ki? Egy Dalo jót játszott a Nemzetek Ligáján, vagy mi volt? Igen, itt már vannak jók. Vinny, Mané, Rodrigo. Csatársor, az már úgy nem lesz szar. Mané. Wirtz. Marcel Zabica. Nem oda nyomom ember. It might be on for them. Mané! And saved by the keeper. Ez amúgy nem rossz Team of the Week. Csak igen, nyitni vele sok mindenkit. Well, as a defender, that will sit you down to the ground. Just made sure nothing came of that. Gyerünk. Timo Werner. Can he find the right pass? And they'll get ready for the throw-in. Werner. Well, he stopped them in their tracks. De nézd meg, én 15-ször érek bele egy labdába, biztos nem marad nálam. Ő egyszer, az biztos nálam marad. Ezt nem is én csinált, automatán csinálta a gép az meg. Leütköztem Manét, miközben én a Ramosszal voltam. High quality defending. They couldn't maintain possession. Ez a meccs amúgy visszahozható. Nem így. Meg nem így. Csak kétszer oda passzoljuk, de... De azért visszahozható lenne. Hát igen. Mit akartál onnan? Marcel Zabica. On to Werner. Return to Mané. Conte. On to Zabica. Oh, beating his opponent with ease. A goal! Real excitement! A back and forth type of game. Now they're level. Első kvalira. So underway again, following the goal that made things level. Angelino. N'Golo Conte. Oh, a lovely ball. But how well he did to react in that manner. Minch. Save. Wirtz. A terrific pass. Real chance. Az nem volt le se. Werner. Not a good pass. Werner. Rodrigo. Mané, and it's through here. Oh, that's a unbridled joy for him and the supporters. And the ball is moving again. Anyone's guess how this is going to finish. 2-1 currently. Well, they
De miért nem bír oda nyúlni? Hát egy centire van a lábától a labda, hallod. Ramosnak. Turci. Ez, ezt mondom. Minden labda visszapottam hozzá. Excellent use of the ball as they make their way forward. Well, a good place to win it back, and let's see what it leads to. Mane. Well, possibilities in the centre. Wonderful chance. Really sound defending. Great challenge. De hogy, hát ott van a lábán a labda, nehogy már elrúgja. Áh, ez megölezze az ezével. 166, akkor nagyon szar lehet. A 160 a baby lap. Azért attól jobbnak gondoltam. Áh, amúgy ratinget csak kapott valami jót, vártó volt, hogy nem lesz túl drága lap. Ja, az a Kimpembéje van, most nézem. Azért nem bírok én itt elmenni olyan könnyen a Wernerre. Faszom. Kimpen bédbe. Ebbe beleért a kapus. Mondtam. És ez is hozzá kerül. Helyhetetlen. Faszom meg. Védők. Csabi Alonso, őt is meg akarod venni amúgy? Lesz Csabi Alonso, Dávid? Legy elengedett. Amúgy Guardiola az miért került ki az ikonok közé? Mi történt, hogy nem lesz benne a játékba? Nicely timed tackle. Useful looking ball. Speculative effort here. Always going to be the goalkeeper's ball. A really intense pressure. De nem oda nyomom, baszki. And the cross into the middle. Miért tud a passzolni? Marcel Zalica. Mane. Sadio Mane off the flank. A terrific defending to stop them. Hogy elfáradnak gyorsan a játékosok, azt vettem észre, hogy futsz vele egy 15 métert, és akkor nagyon leizél a staminája. I thought he had a really effective first half. Not only did he get the goal that gave them the lead, but his general play was really good. He was a constant threat, and I'm sure we'll see more of him in the second half. Nem láttam a kamát. He's in behind. Well, what an opportunity squandered. Far too easy for the keeper. Ja, vágom, hogy goldok és nem akkora izével nyomulnak, mint a fullos lapok évvégén, de ezért csak így mondom nektek, hogy eddig ez a tapasztalat. And over it comes. Well, you're not going to bamboozle the goalkeeper with a corner like that. Ez a meccs szerintem nem lesz, mert egymásba bukjatok fel. Oh, a perfectly timed pass. Nicely saved. Donna életbe tart. And into the last 30 minutes now. Breaking at pace. But it fizzles out thanks to that piece of defending. Mane. Vedd már el tőle, hát hihetetlen. Fél órája kísérgeti. Well,
Baszd meg. Lafont, de a harmadjára kedel benne egy zicser. Great stop and then the reaction. Well, they have the ball once more. Werner. Elfőbotlott a saját lábába, pancsár. Mané. Bazzik Di Mariát szélre, Manta jött. Azért szabálytalan, jó. Nem is Manta jött, hanem Sabitzerre jött majd. Megnézzük Firminót Werner helyett. Nézzük. Hát ez egy sebesség, csak különbség így. Friss ember miatt. Halott így. 20 minutes to go in this one. And a chance for him on the flank. Mane. The attack carried an initial threat but fizzled out. Well, the fans are certainly playing their part here. Just listen to this noise. Well, the attack looks promising. This looks more than decent. Played towards the back post. Well, it's actually ended up being easy meat for the keeper. Rodrigo. Todd Giroud. Nem is a részbe ez majd. Jó lesz SBC-ben. Hihetetlen emberek vannak benne, már ennek se tudtak örülni. Olyan telhetetlen volt, speci. Jót akarna neked, érted a játék. Needed to be a lot better than that, straight into the wall. Now can they counter clinically? Te menj már oda hozzá, basztlak meg, hát nem igaz. Végignézik bazdmeg, hogy passzolgat. A really single-minded piece of defending to make sure nothing untoward happened. Plenty of support here. Meg már amúgy kurvára el vannak fáradva a játékosai. Ott van. Firmino. Nem lőtte be. De ezt viszont Firmino belőtte utána. De ez mi? De komolyan mondom, a guruló labda gól ebből a játékból eddig amúgy. Öt méteres hátrányból odaér. Ez is. Minden nála maradt, hallod. Add már haza, legyél gyökér, geci. Add haza. Úristen, bazd meg. Nyolcadik osztályban már ezt játsszál, geci. Figyeld, 8. osztályban már ezt játssza, bazd meg. Mint hogyha VLN lennénk. Hát beszarok, gyerekek. Ennyire ráfüggni egy játékra. Azt a kurva, geci. Komoly. Nagyon ügyes volt. Abban játszottam, de azért gáz, hogy
húzza az időt, bassz meg egy szaros Dybruk Vász meccson. Nagyon gáz szerintem. Óvoda szint. Ne, jó, nem. Ez volt srácok az utcsó meccs, én ezt az egy win majd összehozom. Dolgom van sajnos, úgyhogy lépek. Holnap srácok folyt köv, jó? Kb. Ugyanígy ilyen 5 óra körül. Mindjárt megvan a quali pont. Ez hogy? Az előbb még 120 pontod volt, még 1200 kell, nem? Mert mi 1000 valamennyi. Vagy 2 valamennyit volt, akkor még egy olyan 900 kellene. Ja, itt valamit feloldottam azért. Nekem meg nagyon messze van a quali pontom amúgy. Nekem most csak izé kell csak a... egy win. Az úgyis meg lesz ma. Na, ezeket kivehették volna, hogy az ilyenek ne animációba jöjjenek ki. Match fundamentals. Na, Dávid, akkor már csak 890 kell, nem? Nekem még sok kell. Én még tőled is le vagyok egy kicsit maradva. Nem tudom, mikor fogjuk összehozni amúgy. Ha jó sok izéjét bele kell venni, hogy meglegyen. Itt a izé kis osztályban nagyon lassan számolja a főpontokat. Na, még kaptam valami pakkot. Common Gold Players. Team of the Week. Francia. Akkor Zsiru, ez nekem is. Látod, speci? Én is kinyitottam a Zsirut. Úgy látszik, Zsiru nap van most, rácok. Rudy! Megjött Rudy is! Na, hogy mit érez a Zsiru? Takarodj már. Jó, hát 10 000. Argentina. Meg Új-Zéland, az új-zélandiaknak. Na, jó van srácok, kösz, hogy itt voltatok mindenkinek, aki benézett. Holnap, hát mondom, ilyen 5 óra. 5 óra körül ugyanígy veretjük tovább. Jók lehetek, vigyázzatok magatokra, holnap találkozunk. Csá-csá. Csá-csá.